A Verga Veszprémi Erdőgazdaság ZRT szeptember 19-én a Jövő a kezünkben van című közjóléti fejlesztéseinek keretében két újabb létesítményt adott át a nagyközönségnek. Délelőtt a Séd völgyében a veszprémi Kittenberger Kálmán állatkert tőszomszédságában elkészült Rovaniemi lépcsőnél gyülekeztek a meghívott vendégek, amely Veszprém északi sarkörön fekvő finn testvérvárosáról kapta a nevét. Az eseményen beszédet mondott dr. Navracsis Tibor miniszterelnök helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, országgyűlési képviselő, Pasi Tuominen finn nagykövet, Porga Gyula polgármester és Tengerdi Győző a Verga ZRT vezérigazgatója. Annak emlékére, hogy a Veszprémi Magyar-Finn Baráti Társaság idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját, a lépcső alatt három nyírfa csemetét ültettek el az átadás résztvevői. Mi a Bejárható Magyarország program keretében szeretnénk megnyitni mindazokat az erdőket, azokat a területeket, amelyeket eddig talán még jó szándékkal is azt mondanám, hiszen a természetvédelem címén elzárták a turisták elől, az emberek elől, és kétségtelen, hogy ha megnyitjuk ezeket a helyeket, akkor valószínűleg több gond, több bosszúság is lehet, hiszen az ott járó turisták adott esetben szemetelhetnek, nagyobb zajt okozhatnak, talán a vadaknak is több kellemetlenséget okoznak, de végül is az erdő a miénk, miértünk van, és azokért a polgárokért, akik itt élnek, a környéken élnek, itt akarnak kikapcsolni, ide jönnek kirándulni. Én úgy gondolom, hogy vállalnunk kell ezt a kockázatot. Ilyenkor a megoldás nem az, hogy bezárunk mindent, hanem az, hogy nekünk kell úgy viselkednünk, hogy méltók legyünk az erdőhöz, az erdő lakóihoz, és fent tudjuk tartani ezeket a területeket az unokáink számára is. A Sétparti sétányról Veszprém egyik turisztikai centrumából vezet fel ez a 189 lépcsőfokból álló, mintegy 100 méter hosszú terméskőből kirakott csodálatos lépcső, amely kb. 30 méteres szintkülönbséget ölel fel, kb. 25-30 fokos szögben. Ezt a lépcsőt a HM Verga Veszprémi Erdőgazdaság ZRT építette, mintegy 8 millió forint értékben. A cél fenn a Gulyadombi parkerdő, amely a Verga egyik kiránduló erdeje. A Jövő a kezünkben van közjóléti beruházás projekt, amely 500 millió forint összköltséggel és kb. Egy év alatt kerül végrehajtásra. 19 állomásból álló projekt, ennek egy állomása ez, és délben pedig, ma délben Várpalotán a Madespak kilátót fogjuk átadni, amely egy régi lőtértorony volt, amelyet mi szépen felújítottunk. A várpalotai lőtér területén a használatba vétel óta eltelt mintegy 100 esztendő során számos olyan objektum épült, amely az avulás vagy a funkcióvesztés miatt a lőteret használó alakulat számára már a használhatatlanná vagy szükségtelenné vált. Az egyik ilyen, korábban felszámolásra ítélt építmény a Verga ZRT által felújított és átalakított Várpalota tés közötti műút keleti oldalán elhelyezkedő figyelő torony, amely mostantól kerékpárral, személyautóval vagy gyalogosan megközelíthető kilátóként működik. Innen csodálatos kilátás nyílik a keleti bakony hegyvonulataira, a Balatonra, Székesfehérvárra, valamint a Sárrétre. A tési fennsíkon 246 méterrel a tengerszint felett elhelyezkedő 10,6 méter magas kilátó névadója Manerspach Viktor, erdélyi vadászíró, akiről bátor és kitartó katonai cselekedetei és példás hazafisága okán egykoron azt írták, hogy szabadságharcosaink közt a legnagyobb vadász, vadászaink között a legnagyobb szabadságharcos. A beruházáshoz kapcsolódva egy kerékpár utat is kialakított az erdőgazdaság, amely a kilátót köti össze a Vervölgyi tanösvénnyel és a vadonatúj erdei tornapályával. A Madespach Viktor kilátót, valamint a várpalotai kerékpárutat és erdei tornapályát Hende Csaba honvédelmi miniszter, valamint Tengerdi Győző, a Verga ZRT vezérigazgatója adta át. Megmondom őszintén, nekünk ez egy hatalmas élmény, több oknál fogva, mert Várpalota és térségéhez igen sok családi kötődésünk van. Édesanyám ebben a várban nevelkedett kislánykorában,
Az ő keresztapja itt volt a várpalotai szénbányáknak a vezérigazgatója akkoriban, aki nagyon nagy barátja volt, jó barátja volt nagyapámnak, és tulajdonképpen egy sógorság, komasság alakult ki közöttük, hiszen a feleségeik testvérek voltak. Így aztán ez a várpalotai emlék, ez nekünk mindig is egy ilyen a családi legendáriumban a legkedvesebbek közé tartozott, és az, hogy pont itt a közelben egy ilyen kilátóavatást megéltünk, hát meg kell, hogy mondjam, nagyon megható volt. Biztos vagyok benne, hogy privátim el fogunk látogatni ide igen gyakran, mert hát azon túl, hogy itt a vidék szépségében lehet gyönyörködni, nekünk ez egy külön adomány, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen szép, komoly emlékművet kapott nagyapám. Volt egy családon belül téma, nagypapának akár a dicső katona múltja, a hősiessége, vagy akár a vadász múltja. Természetesen volt, és van, és ezt, hogy úgy mondjam, tovább is adjuk a gyerekeink felé, mert hát ez egy olyan nagy élmény, amit tulajdonképpen irodalmi feldolgozásában is sokszor megtekinthettük, olvashattuk, de a Mádersbach múlt az még nagyobb talán, hiszen ez a szabadságharcig, 1848-as szabadságharcig visszatekint, hiszen az ő nagyapja, az én ükapám, oda lent Dél-Erdélyben fegyvergyárral rendelkezett, és látta el a szabadságharcosokat fegyverrel. Kiváló mérnök volt, egyébként a Lánchíd TEF pályázaton második díjat nyert az ő terve, és jellemző módon az egyik hídja az a mai napig is áll Karánsebesnél. Hát nagyapám elég termelékeny volt medvében, mondhatni, mert 17 medvét lőtt összesen életében. Ez nem csak Erdélyre korlátozódott, mert még Észak-Amerikában grizzlit is lőtt. És hát meg kell mondjam, két olyan darab van még a család birtokában, ami hozzá kötődik. Péter bátyám tulajdonában van egy a lelőtt medvék közül egy medvebőr, és nagybányán Zsófi unokahúgomnál pedig a másik, az egy kapitális példány volt, mert az egy, azt kell mondjam, hogy padlótól plafonig méretű, igen szép nagy medvebőr.